Szeretettel köszöntök mindenkit, külön nagy szeretettel Laci bácsit. Nem tudom, hogy emlékszel rá, amikor alakult a Lokálpatrióta Egylet, és fölhívtalak telefonon, és megkértelek, hogy legyél az egyletnek a tagja, nem tudom, hogy ez mennyire, ez 2010 környékén volt, és hát ha nem is elsőre, de másodikra elvállaltad, hogy leszel a Lokálpatrióta Egylet, nem a rendes tagja, hanem tisztelőbb tagja, és ez nekem személy szerint, de szerintem az egylet többi tagjainak is nagyon sokat jelentett, hogy mellettünk vagy lelkileg, és erősíted a csapatot abban, amiket hát önként vállaltunk, azokat a feladatokat meg tudjuk csinálni. Arra pedig, ha azt elmondhatom kérkedés nélkül, meg külön büszke vagyok, hogy ez az egyetlen egy egylet itt Monoron, ahol a tagjai között tudhatunk két monori díszpolgárt, úgyhogy én erre kimondottan büszke vagyok, Mocsári Károly személyében is. Most azért jöttünk össze, ez a kis csapat azért jött össze, hogy egy az, hogy megköszönjük azt a tevékenységet, ez már majdnem 10 év tevékenységet, amit velünk voltál, és erősítetted a lelkünket, erősítetted a hitünket abban, hogy ezt érdemes csinálni, érdemes a közért dolgozni. Ez nagyon fontos volt nekünk, legalábbis nekem, de szerintem az egylet többi tagjának is fontos volt. És most azért vagyunk itt, szinte kivétel nélkül mindenki. Ketten hiányoznak, azok betegeskednek, de ők is üdvözölnek téged, és nagy szeretettel köszöntenek a 90. születésnapod alkalmából, és most azért jöttünk össze, hogy mi is egy szerény ünnepség keretében megköszöntsünk a 90. születésnapodon, és Isten éltessen nagyon sokáig, és még sokáig legyél közöttünk. Nagyon szépen köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És kedves szavakat. Készültünk ajándékkal is. Hát azt azért, azt elmondhatom, hogy ez Róth Artúrnak a munkája. Ha nem akarod kibontani, van benne egy gyönyörű szép toll. És azért nem bontom. Ennek azért örülök, mert a Artúr az most nem bőre tetovált, hanem erre tetovált. Külön örülök neki. Hát nagyon szépen köszönjük. És művészi munka, használd egészséggel. Hát köszönöm szépen. És akkor megkérem Rejbak urat is, Jánost, hogy amit ő előkészített ajándékot, azt adja át neked. Hát egy kicsit arrább rakom, hogy le tudjad rakni. No. Akkor én arrább megyek egy kicsit, jó? Szerettem volna olyan ajándékot választani, vagy átadni, ami kicsit elképezze, mire a kormányzatosságunkat is. Az ő kis személyes üzenet is vállalta. Igen. Azt az őt kell. Nagyon szépen köszönöm. És akkor magát a kerekért fotóról. És még oda beleraktál a 90-et. Igen, direkt beleraktál. Nehéz volt. Igen. Ez benne van. Lassi Vászi, Isten áldjon továbbra is. Köszönöm szépen, Isten áldását adott, hogy még idáig. Köszönöm szépen, János, Isten áldjon meg. Köszönöm szépen. Ezek a köszöntések engem mindig akármennyire elvonatkoztatnak is, az üdvösségre emlékeztetnek. Tudnélik, ott az történik, amit nem érdemlek meg, hanem kegyelemből kapom. Isten ajándéka az üdvösség, tehát azt nem lehet kiharcolni. Ahogy ezt a szeretetet, amit ebben a kis csoportban érzek, és majd külön köszönök, egyáltalában, hogy ide hívtak, és együtt vagyunk. Ez olyan, amire azt mondom, hogy hát mit tettem én? És valóban nem is tudnám elmondani. Az, hogy néha elmondtam, hogy örülök annak az eredménynek, vagy leírtam az eredményeket, az is csodálatos. És ami számomra különösen értékes, hogy végénben különböző felfogású emberek vagyunk, és mégis együtt tudunk dolgozni. Milyen nagy példa ez ebben a világban, ahol napokba jutott eszembe. 1956-ban Dabasi lelkészként
ima közösséget tartottunk a magyar megbékélésért. Azt hiszem, hogy ez ma is nagyon fontos lenne, hogy az emberek Magyarországon tényleg a magyarságért dolgozzanak. Ahogy ez a kis csoport Monor szépítéséért, hát én azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen példa lehet. És hát köszönjük azoknak a fáradtságát, akik összeterelnek bennünket, akiknek terveik vannak, és annak a megvalósítására hívnak. Na hát, befejezem, mert papoknak egy ilyen kényszere, hogy beszéljen, amikor a többiek hallgatnak. Hát Isten áldását kívánom munkájukra, életükre, egészségükre és családjukra. És még egyszer ezt az egyszerű szót mondom, ami minden benne van. Nagyon szépen köszönöm.